része, az égetés, ami egyik kulcsfontosabb kérdés. Ugye mindenki tudja, minden önkormányzatnál elkészült az égetési rendelet. Belterületén az önkormányzatok mindenki szabályozza a saját égetési idejét. Van olyan önkormányzat, aki azt tiltja, van, aki csak hétvégén, tehát mindenféle variáció előfordul. Az, ami nagyon fontos, és jogszabály változás valódik, külterületen csak a kodaszófa vérelem engedélyével lehet égetni. Tudom, nagyon ágaskodnak az emberek ez ellen, elégette a kis benyigéjét ezelőtt pár éve is, ez megszűnt. Jelenleg ez egy kérelem formában történik, 3000 forintos okmányjeg ellenében szépen mindenki kitölti, ráírja a helyrajzi számát, ráírja, milyen eszközöket szeretne felhasználni, annak megoldására, hogy a tűz tovább terjedjen, kivel van ott égetéskor, annak mik a telefonszámai, és mindenki még szeretné egy tulajdonlapot is látni, ugyanis nem szeretnék, hogy valaki idegen területen más területét égetné fel. Amikor ezt a lapot ő kitöltötte, látette az okmányjeget, onnantól kezdve 10 nappal előtte bejutatja hozzánk a kirendeltségre. Mindenki tudja 10 nappal előtte, milyen idő lesz kb. 10 nap múlva. Amennyiben ez az égetés idő, amit önök akkor megadnak, egy napról beszélünk, és egy hónapról, tehát nem heteket élünk be. Amikor ez az égetés nem sikerül, akkor ez az eljárás elmenet 3000 forint ellenében megszűnik, semmi sem válik, és újra megkérjük másik napra az égetés idejét. Tehát ez egyfajta, nem egy új dolog, de nagyon kérek mindenkit, vegyük komolyan. Amennyiben úgy megy ki az egység, a tűzoltó egység, de az égetés nincs birtokálva a tulajdonosnak, 20000 forinttal tudunk a megvilágosodásba segíteni. Tehát onnantól kezdve büntetnünk kell, tehát a szalonosütés, mindenféle trükköt nem szeretnék ott hallani, halljuk, hogy ez elterjed, teljesen felesleges, ott akkor ma megúgtunk, meg kell vallani, és akkor onnantól kezdve az eljárás megint önök ellen. Ez egy része. A következő része, ami nagyon fontos a mezőgazdasági részben, tűzeseti kockázati helyszíneket kezdünk el vizsgálni. Tehát azon eseteknél, ahol eleve tűzeset történik, onnantól kezdve most már a földvédelmi törvény is a birtokunkban van, tehát azzal is már foglalkozunk. Tehát innentől kezdve vizsgálni fogjuk, hogy a művelési ágának megfelelően van-e használva terület. Ugyanis ha mindenki belegondol, ha az rendesen szőlőként, szántóként, rétként van az használva, akkor ugye nagyon kicsi valószínűség arra, hogy olyan tűzeset legyen, hogy több százmilliós technikát azért mozgatni kelljen, és több embernek órákig kell harcolni a tűz ellen. Tehát ez most úgy működik, akinek a területén is nem kell meglepődni, akinek a területén tűzeset van, azt mi jogsegélyben a földhivatali osztálytól megkérjük a tulajdonosi viszonyokat, onnantól kezdve egy határozatban felszólítjuk a tulajdonosi a művelési ágnak megfelelően használja a területét, tehát azt jelenti, hogy minimum nyommentesíteni kell, az a megállapodások alapján legalább 10 cm-re lekaszált terület. Tehát a rétet ugye vagy etetjük, vagy kaszáljuk, a szántót ugye természetesen művelni kéne, jelenleg 10 cm-re elég, ha levágjuk. Ennek a mindenki kap egy határidőt, ez durván egy olyan 30 napos határidő, amennyiben ezt a kaszálást, gyomírtást nem végzi el, útraelnőrzés keretében visszamegyünk a területre, és 40000 forintot tudunk segíteni azért, hogy ez megvalósuljon. Tehát újra bírságolni fogunk, amennyiben ez nem fog megtörténni. A következő lépés a gépszemlék. Szeretném felhívni mindenkinek figyelni. Akinek ismerettségében olyan mezőgazdasági vállalkozó van, aki gépekkel foglalkozik, hogy a gépszemléken részt fogunk venni. Jelenleg úgy működik a dolog, ugye tavaly évben, hogy ez bejelentés köteles, elég sok információ van arra tekintettel, hogy nagyon sok traktor, kombájn megjelent kint a határba, hogy itt nem vettek részt gépszemlén. Tehát felhívom most a figyelmet mindenkinek, szóljunk mindenkinek, mert ki fogunk menni. Terápiáraink vannak, tehát utána tudunk menni a traktornak, hogyha bent van a szántáson, ez se probléma már. Jó, tehát ki fogunk menni, ez a lényeg ellenőrizni. Ennyit a mezőgazdaságban. A következő rész a családi házas és illetve tömbházas övezetek. Ugye a több házakból március 30-ig ugye mindenki megkapta, ugye a négyemeltes és több szintes épületeknél, tehát a középmagasnál mindenki megkapta úgymond tűzüzemi szabályzatát a házirendnek. Ezt minden lakónak alá kellett írni, és innentől kezdve minden lakó tudja az épületére vonatkozó előírásokat, tehát bármi nemű rendbontás, rendellenesség történik az ellenőrzés során, neveket fogunk kérni, ki az, aki vétett, hogy ezt aláírta, és bizony benne ezt aláírta mindenki. Innentől kezdve nem mondhatja, hogy nem tudja, hogy mit kell tenni. A családi házas résztől egy-két érdekességet még szeretnék elmondani. Ugye köztudott, hogy véletlenül július 1-ével a kéményseprők kadasztrófa
védelmet fognak tartozni. Szeretném elmondani, nem kell meglepődni most, bizonyosan biztos észrevették már, hogy egészen másképp állnak azokhoz a dolgokhoz, mint lehet, hogy régen hozzáálltak. Tehát amikor most oda fognak menni, és egy kéménynél azt fogják mondani, hogy nem lett jó, ez a kémény nem jó, az lehet, hogy tavaly előtt jó volt, most már biztos, hogy nem lesz jó. Ugyanis nagyon szigorúan megköveteljük teljesen a jogszabály szerinti végrehajtást, innentől kezdve akinek a kéményeivel bármilyen probléma van, le fogjuk tiltani. Ezt a kéményseprő mindenkor kórokkal igazolja, tudja, hogy melyik a legsúlyosabb esetek, és amikor az esetlegesen megvalósul, onnantól kezdve katasztrófa védelemre tiltja a kémény jelenleg is. A kéménynek a helyreállítása, ez egy kéménytűznél inkább érdekes, hogy szétnyugodik a kémény. A kémény helyreállítása két dolog, vagy lemondjuk, és csak lehelyesítve a testi nyilatkozatokkal ellátott kéményekből lehet építkezni, vagy pedig meg kell fúrni és bélelni kell a kéményt. Tehát megkérek mindenkit, hogy nagyon-nagyon vigyázzon, hogy eleve kismerni a kéményére, mert abból újat nem lehet építeni a kismerő téhán. Tehát amikor ezek a kémények szépen ugye megvalósulnak, amikor netáltal le kell tiltani, akkor utána a helyreállítás csak úgy működik, kimegy, mire a kéményseprő átveszi, és feloldjuk a tiltás után lehet tűnteni. Amennyiben a tiltás ellenére önök mégis használják a kémét, vagy ismerősük, akkor 60 000 forintot tudunk segíteni ebben, hogy nem kéne begyújtani a kéményre. Tehát újra csak a büntetésén elő. Sajnos nincs lehetőségünk mérlegelésre, életveszélyben vannak emberek. Tudom, én is találkoztam olyannal, aki azt mondja, hogy értsem, hogy Zoltán meg fog fagyni, én meg mondom, hogy értsem, hogy meg fog halni. Tehát azért ez nem annyira gyerekjáték. Itt van a szénmonoxid, mindenki nagyon jól tudja. Nagyon sok hírve belőle szénmonoxid kérdés. Ugye a szálláshelyeken, aki albérletbe kiadja a lakását, valahol kötelező a szénmonoxid elhelyezése. A nyílt égésterünk, akinek ilyen van kandallója, nyílt égésterünk gázpazánja. Nagyon szépen megkérem, áldozzon rá, tegyünk be a szénmonoxid érzékelőt a saját és ismerőség érdekébe. Nagyon jó dolog, természetesen meg kell beszélni, melyik az a legjobb, amit igazából megvegyünk. Itt is van ugye gyengébb kategória, van egy jobb kategória. Kinek ugye a pénztárcára megyünk, azért próbáljunk jobb felé elmozdulni. A szénmonoxid, ugye azt mindenki tudja, nem fogja érezni. Valaki azt érzi, gázszagot érzek, az nem a szénmonoxid. Tehát ez egy gyönyörű szép kis csendes halál, ebből beszippantunk, hogy szépen elalszunk, mert senki nem fogja érezni. Az, amit nagyon szépen megkérek, ez ugye nagy rész azért jön létre, elkezdjük cserégetni az ablakjainkat. A műanyag ablak olyan, mint nyilázáró, egy teljesen zárt, úgymond fokozott légzárása. A régi és hagyományos ablakoknál csodálatosan átszellett, ugye látjuk, humánál, nagynéninél, bárkinál mozog a függő, ugye hát bejön a hideg, igen, de mozog a levegő. Most innentől kezdve megveszünk a műanyagot, szépen bezárjuk, és tényleg mondjuk a cigarettafüst is szépen megáll. De onnantól kezdve semmilyen légutánpótlást ezen bizonyos berendezések nem kapnak. A légutánpótlás még ilyen kötelező. Tehát a képviselőt nem kell megdöbbenni, a képviselő azt fogja mondani, kinek kandallója, vagy ilyen négy égéstenő, bármilyen kazánja van, azt fogja mondani, hát ezt többet nem fog üzemelni, amíg azt a részszellőzőt, amit beteszünk az ablakba, el nem helyezzük. De egy részszellőző, ugye műanyagot be lehet tenni, 10 000 forintos költség, durván, amikor ezt nem helyezzük el, ugye onnantól kezdve van a probléma, hogy szépen el fog fogyni a levegő, és rosszul leszünk benne a lakásban. Nagyon sajnálom, hogy a műanyag ablakosok ezt mai napig, hogy ezt csinálják, ezzel nem foglalkoznak, hanem az árkompenzációnál sajnos 10 000 forint, ugye nem tudjuk fel, azt látjuk csak, hogy ez olcsóbb, ez drágám, és lehet, hogy az egyiknek nem van esetleg részszellőző, akár bevatéja, vagy nincs betéve. Nem akárhogyan helyezzük, mert nem olyan elmények a boltba, és veszünk egy részszellőzőt, hanem ezt szépen egy légtechnikai mérnök segítségével megterveztetjük, ugyanis megvan, hogy mekkora teljesítmény a kazánunk, a kandallunk, mekkora a légterünk, csináljuk ezzel, meg fogjuk mondani, hogy hány légköbméter átbocsátó képességű kicsi részszellőzőt kell behelyezni, több fajta van, meg kell mindenki nem hasonló szerelve és árva minőségbe veszünk valamit, hanem kiszámíthatjuk, hogy mennyi. Hát ha már itt vagyunk a családi házaknál, akkor próbáljuk megnézni, milyenek a teteje. Azt tudni kell, hogy a katasztrófa védelem úgynevezett tűzoltóság életében is éghető tetőre mindig is engedélyt kell kérni. Tudni kell, hogy a szalma és nártetők azok még csak oda kerülnek hozzánk, de sajnos a bitumenis indereit nem látom. A bitumenis indereinek van egy formája, egyfajta, amelyiket nem kellene, de a többsége, amikor viszonylatban a tűzépes információ alapján mindenik engedélyköteles lenne. Gurgatja, hogy mindenki a halálra rá,
mit tudom, zsideg, azért tudni kell, éghető tetővé tesszük a házunkat. Egy nem égható tető volt rajta, innentől éghető. Most innentől kezdve, hogy nem engedélyezik, engedélyeztetik, ez egy érdekes dolog lesz, és most fog kiderülni a kéményseprőknél, ugyanis az éghető tetőn lévő vegyes tüzelésű kéményekre onnantól kezdve szikrafogót kell elhelyezni. De ez a szikrafogó elhelyezés az érdekes, mert aki ráteszi a tetejére, ugye a saját kéményére tesz egyszer egy szikrafogót, de a 15 méteres körzetben, tehát az a tető szélétől 15 méteres körzetben lévő szomszédos kéményekre is fel kell tetetnem a szikrafogót. Tehát amelyik szomszéd azt fogja gondolni, hogy az éjtetőre senki nem fogja föltenni, mert egy érdekes dolog lesz. Onnantól kezdve egy olyan éghető tető lép be a rendszerbe, úgy felé a kéményseprő jelezni fog. És amikor ezt jelzi, onnantól kezdve, hogy a építési hatóság figyelmét fel fogjuk hívni, hogy emberek itt egy engedély nélküli éghető tető van. Ő vélhetően azt fogja mondani, állítsa vissza eredeti állapotban. Tehát nem tudom, hogy mennyi tetőnek a megborítása, hogy elhelyezse rá, de akkor a pénz ugrott, és a jó szomszédi viszont ki fog jönni, mert nem biztos, hogy mindenki szeretné, ugye, hogy az ő tetején is legyen szikrafogó. Azért azt el kell mondani, ahhoz fel kell tudni jutni. A szikrafogót tisztítani kell. Ezt úgy kell kezdeni, mindenkinek ez olyan, mint egy gyárat kell feltenni, de ez régen úgy működik, hogy vaslemezt nagyon visszafurkálunk apró lukakkal, és a szikra nem tud kiszállni belőle, és nem tudja megnyújtani a tetőt. Most ezek eltömődhetnek. Tehát ennek a pucolása nem megy kefében. Ehhez fel kell menni a tetőre. Tehát a kéményseprő tetőre való feljutását garantálni kell. Tehát vagy teszek fel tetőkibogót, vagy tetőlétra. Ez még majd itt a jogszabályok alakulásában ki fog derülni, hogy ez hogyan jön létre. Amelyik a jelentés internetben, amely az oldal homozatoknál, ami nagyon fontos, családi háznál, középmagas épületeknél, négy emeleteseknél, mindenki látja, homozati szigetelést csak rendszerbe gondolkodunk. Rendszert veszek meg, nem megyek ki és megveszem szépen a dolgocsó szobák polisztirolt, megveszem a kínai hálót, hogy összeveszek mindent felragasztott, mert megtakarítom négyzetméterbe 500 forintot, rendszereket veszek. Eldöntöm, mely rendszerre vagyok hivatott, mit szeretnék, és azt rakatom fel. Azért lehet, én mindig fölmerül a kérdés, de miért lehet külön kapni? Azért, mert bárki teheti ezt bástyára, olyan helyre, ahol nincsen a homozottal előírás tűzterjedés szempontjában, oda fel lehet tenni. Ahol már van egy kétszintes épületnél, például már kétszintes családjáznál, abban a pillanatban ugye már csak rendszert veszek. Nincsen pogácsházat. Körbekerít, és aki megcsinálta a lakását, az gondolja bele, hogy adták fel a polisztírót neki. Pogácsákkal. Teljesen szabálytalan. Csak körbekent lapokat lehet feltenni, ugyanis a lány így nem tud mögé menni. Átgondoljuk, hogy két oldalon nyolja a lány a polisztírót, pillanatban le fog olvadni a falról, és a terjedés nagyon szépen segíti. Tehát akinek így van, az jelenleg vérező, úgyhogy teljesen szabálytalan. Tüzesetnél meg fogjuk vizsgálni, hogy ki tette fel neki, és nyilatkoztatjuk, hogy ki volt az, aki ezt önöknek feltette. Előfordul ugye, hogy a gáccső önöknél szépen megy a falon. Mit csinálnak az emberek? Ugye itt fölteszik az a 10 centis polisztirót, és ugye a 10 centiszel lévő gáccső szépen eltűnik. Ilyen nincsen a gáccsőnek, mai napig is jogszabály szerint hozzáférhetőnek kell lenni. Tehát szépen terv alapján, tehát nem azt a szolgó Józsinak és a hegesztő barátom is elhozok a gáccsőt a faltól, hanem szépen megterveztetjük szakemberrel, és megengedélyeztetjük, hogy hogyan hozzuk el a faltól, és onnantól kezdve ugyanúgy hozzáférhetően venni, tehát a gáccsőt elhozzuk, vagy szépen mögötte nem teszünk polisztirót, egy megfelelő sárba, igaz, akkor a hőmét viszont létrejön mindenkinek. 10 cm-es polisztirol fölött gyapotot használunk. A1-es, nem érthető gyapotot használunk a nyilázzára fölött. Tehát mi ezt szeretnénk, ugye most már az elmondhatom, voltam fel az éményen 20 cm-et is járnak. Voltak itt ment 5 cm-vel valamikor, most 12-nél tartunk, 15-20 cm-et mérnek már be, tehát egyre-egyre vastagodik a polisztirolnak a felrakása a homozatokra gyapottal. Ha valakinek a pénztárcán megengedi, és ugye én mindent szoktam mondani, hogy ugye ha fölteszünk a polisztirolt, az egész házunkat éghetővé teszünk, mert ami vakolt volt, addig nem égett. Most szépen becsomoljuk az egy égető anyagban. Tehát az anyagi helyzetünk megengedi, azért próbáljuk megvenni és forduljuk el a gyapot felé. A gyapot az nem éghető. Tehát azért ha azzal be tudjuk burkolni, csak nagyon, tehát a polisztirolhoz képest drága, ezt én is mondom. Ezt ha meg tudjuk tenni, akkor vegyünk azt, hogy minél több gyapotot használjunk az épületnél, annál biztonságosabb ugye az életünk. Hát ezen az épületek közül azért egy dolgot még felírtam,
azért ilyen, mint a PB palackok. Azért itt ajkai szinten, ugye vannak többszintes épületek. Középmagas panel épületekben nagyon-nagyon felecskel a gázpalackot, se kávét, se teát nem főzünk rajta, a két kilósokat azért most szokták mondani, csak teát főzünk, nem főzünk két kilóssal se, nem ugye 11,5 kilós beviszünk az épületbe, de szeretném mindenkit megkérni, hogy nem teszi be. Nem hozzuk be egyről azért a 11,5 kilós palackot, hogy ne dobadjon föl a kínű hegyünk, alá hozunk az embereknek a pincébe, hadd szálljon el, mondjuk 50 család. Jó, tehát nem teszünk a gázpalacnak, ott a hely, kimarad a hegyen, nem fog járni senki sem. Tehát a pincében nem tárolunk. Most már az új jogszabály szerint nem előírás, régen az volt, hogy talajszint alatt, tehát mély pincében nem volt gázpalac, most már sehol nem lehet. A palacktárolás, szeretném elmondani, egyetlen egy palack lehet, ami rajta van a tűzhelyen. Az új jogszabály szerint ez úgy működik, délre elfogja a húsleves, ahol meleg, szépen beveszek, elvallom a gombutra, kicserélj, visszavallom, hogy folytatjuk a főzést. Jó, tehát nem fogok látni a ifjúságot a Sport utca környékén villogó palackokat kinn az LTE-ken, nem, nincsen tartalmi gázpalack, egy palacka mindenkinek. Ami, és azért szeretném elmondani, erre nagyon sokan figyelnek, hál' Istennek, de azért nagyon sok bejelentésük van, tehát azért nem kell meglepődni, hogy hitel valakinek látni az ajtaján, azt az a szomszédot egy picit megrettent, hogyha van ilyenje, mert hál' Istennektől félnek az emberek, és ezeket bejelentik. Következő ilyen érdekesebb kérdés, ez a kültéri utak és a tűzivíz. Szeretném felhívni mindenki figyelmét, gépjárművel, ahogy mászkálunk, azért a fecskendőknek olyan problémái vannak, hogy kültéri utakon, akár a faluban, de bármely helyben mondva, nem férünk el lassan. Tehát elkezdik az emberek kikapálgatni az utakat, és egyre több négyzetméter birtokolni, hogy meg kell a polgármestereket, jegyzőket, akiknek lehetőség van erre, próbáljunk visszaállni eredeti állapotra. Én nagyon szívesen segítek abban mindenkinek, hogy kéri, felhív és fog vinni fecskendőt. Beszélek a tűzoltóparancsnokkal, és fecskendővel kimegyünk, és bizonyos utakat le fogunk járni. Nagyon kellemetlen 100 méterből azt fölötti alapvezetéket szerelni azért, mert valaki a kanyarba, vagy bármilyen szinten nem férünk el. 3 méter széles hely kell az autónak, magassága a fák, ugye a személykocsik szépen elmennek a fákhoz, az írtása, közel 4 méter magasan le kéne vágni, és elgondoljuk 5 méter az autó, tehát az annak, ami van egy formási szöget, kanyarodó. Tehát mindenki megkérek, nézze át ezen útjait, és nagyon szívesen segítünk ebbe, hogy ki az, aki nem végzi el. Első körben ezt úgy gondolnám, hogy beazonosítjuk a helyszínt, hogy egyszerűen felszólítja az ügyfelet, hogy tüntesse el, honnantól kezdve, ha nem, hatóságilag ugyanúgy kockázati helyszínnek tudjuk minősíteni, ugyanis nagyon drága 100.000 forint fölötti bírság van a tűzoltó gépjármű akadályoztatására, hogy nem tudunk elmenni. Tehát én gondolom, ezt először békésen oldjuk meg sárderekeken belül, és ha ez nem működik, akkor utána hatóságilag megpróbálunk segíteni. Tűzivíz hálózat, mint ilyen. Mostanában biztos feltűnt, hogy esetleg a baráti körünkben feltűnt sok embernek, hogy a építkezések, külterületi építkezéseknél tűzivíz tározókat kérünk. Ez egy jogszabály nagyon régóta megvan, ez nem egy új jogszabály. Eddig az építés hatóság úgymond, nem mondom, hogy figyelmen kívül hagyta, de nagyon sok épület úgy használt lett véve, hogy ezen tűzivíz kérdés nem lett megoldva. Mostantól az 50 négyzetméter fölötti épületeknél tűzivíz kell. Nem minden családnak, hanem aki épít tűzivíz tározót, annak a 200 méteres körzetével, ha az ő az engedélyt adja hozzá, akkor a meglévő házak élvezik az ő tűzivíz tározóját. Ha működik, és az önkormányzatoknál van lehetőség, hogy akkor a tűzcsap hálózatot, ha bővítjük, az 200 méterenként kell elrakni tűzcsapokat egymástól. Tehát amikor az önkormányzat úgy dönt, hogy valamilyen telkeket kimér, alapvető feltétel az, hogy azon telkeken a tűzivíz hálózat megvalósuljon. Ugye egy érdekes dolog, hogy a tűzivíz hálózat keresztmetszetével nézve mekkora, tehát akár 80-as, akár 150-es ágon történik, és meghatározott nyomás mellett egy bizonyos vízhozama van. Tehát valaki épít egy palotát, az nem biztos, hogy az a tűzivíz hálózat és az a nyomás mellett az a víz elég lesz. Tehát még mindig felvetődik a dolog, hogy kell-e ez a tervezés során kiderül. Nagyon szívesen segítünk minket, a kuton kívül, mert a kut az nem mint stabil vízforrás, elfogadunk medencét is. Miatt a gyerek ugrálhat a
cső mellett, de egy szívócsónak, egy csőnek ott kell lenni a medence szélén, amely a 16 tonnás otthon 4 méterre oda tud közelíteni. Tehát legyen medence, legyen tó, biztos, úgy szúszol a kacsának, teljesen mindegy, csak tűzi víz legyen. Jó, elfele szeretnék megkérni mindenkit, hogy erre figyeljünk, és ha valaki neked nagyon nem tetszik, nyugodtan hívassanak fel vele, megmondjuk azt a jogszabályi hátteret, ami milyen, ahol ez meg lesz.